Mindenkinek, Bence vagyok, és a mai napon szeretnék bemutatni nektek háromféle csapdát és egy liftet. A liftet Faddik 02 videójában láttam, ajánlom, hogy nézzétek, nagyon jó videókat készít. Kicsi fejlesztés hozzáraktam, de az semmi. Nagyon jó videókat készít, és nagyon ért a Redstonehoz, ajánlom, hogy nézzétek. Térjünk is a lényegre. Ugye ez a lift, ezt csak így megmutattam. Az első csapda. Most nem fogom mindegyiket külön megépíteni, csak így végigfutok rajtuk. Van egy ilyen ajtó. És amint rálépünk a pressure plate-re, egyből kinyílik itt a piszton, visszahúzódik egy kis időre, és mint látható, ott kinyílik ez a lábagödő kicsi időzítéssel. A másik csapda ugyanezen az árban alapul, bemegyünk és ránk folyik a víz. Ezek mind csak Survivorben levő játékosoknak vannak kitalálva, mert kreatívban nem lehet se megfulladni, se elégni a lávában. Hát ezek igazából ilyen trollkodások. Próbálok kiúgni innen valahogy. És van még egy ilyen homokcsapda. Ennek az a lényege, hogyha kiütjük a legalsó fákját, akkor az egész lezuhan. Itt prezentálom is. Leesik az egész. És ez elég fájdalmas egy Survivorben játszó Minecraftos karakternek, úgy idézőjelben fájdalmas. Tehát ezt nagyon egyszerű megépíteni. Kell fákja, meg halak. Ez a legalsó, ez akármi lehet, nem muszáj fákja legyen. Ide és ide fákja. Fákja miatt megáll a homok, de amint az alsót kiütjük, ez leesik, leesnek róla a fákját, és így tovább az egészről leesik. Hát ennek az építése az első csapdának, a láva csapdának nagyon egyszerű. Van ez a két pressure plate, ez az ajtót nyitja, de van a két belső pressure plate, jelet adnak. Itt van egy delay, hogy amíg elmegy az illető odáig, addig nyíljon ki, vagyis addig ne nyíljon ki. Itt egy elfordító, hogy a pisztonok csukva legyenek, és másik felől is teljesen ugyanez. Így is működik, csak így nem esünk bele. Hát ennek pedig nagyjából még egyszerűbb. Két felülről, akármelyik pressure plate-re rálépünk erre, vagy másik felől. Hogyha rálépünk, akkor itt ez miatt a repeateres megoldás miatt megmarad a jel, nem fog elveszni, mikor lelépünk róla. Itt fölmegy egy fákjás megoldással, ez egyben jelfordító, és amikor itt visszahúzódnak azok a pisztonok, meg is mutatom. Csak ezt akkor kell. Igen, most a pisztonok be vannak csukva és nem folyik le a víz. Ha pedig rálépek a pressure plate-re, akkor ott a jel megmarad. Kinyílnak a pisztonok és úgy maradnak. És meg lehet fulladni szépen. Már akinek szép egy megfulladás. Kicsit megfáztam. Vagyok rekedve, de annyi baj legyen. Hát nagyjából annyit szerettem volna, hogy végigmegyek egyszer ezen a liften. Tehát ebben az a lényeg, hogy ráállunk a pressure plate-re, oldalt pisztonok vannak, csak annyira lagol így videózás közben sok Redstone-tól, és lépcsők vannak, ezek pedig feltolnak, de
linkelem a leírásba Fadiknak a videóját, és ott megmutatja, hogy kell elkészíteni. Hát itt van egy szép kilátás, nagyon szép, egy sima lapos terület. Legalább valamit lássunk, teszek egy napfelkeltét. Na, így szép. Márki. És ez diszkónál láttam ezt a megoldást. Lefelé liftre, megnyomom a gombot, és egy ilyen vízzel lemegyünk. Na, akkor ennyit akartam. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és szubszkrájboljatok, iratkozzatok fel a csatornára. És többit a leírásban. Sziasztok!